Habalasi Bélint megyei könyvtár, Értékeink Nógrád megyében elnevezésű programsorozatának 9. állomásaként. Dorogháza kapott bemutatkozási lehetőséget a Salgó-Tarjáni intézményben november 6-án. Nem csak a település népművészeti értékei elevenedtek meg a helyi általános iskola növendékeinek köszönhetően, de egy színes kiállítás keretében meg annyi tárgyi emlék mesélt Dorogháza több száz éves múltjáról és jelenéről. Dorogházan is tisztában vannak azzal, hogy a ma és holnap kihívásaira könnyebb válaszokat találni ott, ahol tisztelik a múltat, mert építkezhetnek rá, mert meríthetnek belőle. A csinos rendezett település a feladatát felelősen teljesítő önkormányzati vezetők és a falu közösség közös munkáját dicséri. Iskolai surkóház, idősekúr és könyvtár, templom és kultúrház. Nógrád megye méltán lehet büszke arra a teljesítményre, amit a dorogházia, az életkörülmények javítása, környezetünk gyarapítása érdekében kifejtette. Így jellemezte Becsó Zsolt, Nógrád megye önkormányzatának elnöke, országgyűlési képviselő, a Mátra tövében fekvő nagymúltú települést. A természet törvénye, hogy a milyen gyökerező fákban még a legkevesebb viharosak lehetnek kárt. Vigyázzunk át együtt dorogháza tárgyi és szellemi értékeire. Vigyázzunk közös kincseinkre, és gyarapítsuk minden nap szülőföldünket, gyarapítsuk hazánkat, Magyarországot. Ezt követően Farkasházi András, a település polgármestere mutatta be Dorogháza múltját és jelenét. A kiállítás megnyitó keretében bemutatkozott a Szülőföldünk Dorogháza története című kiadvány és írója is. Dorogházi templom torony, jaj de messzire ellátszik. A Dorogházi asszonykórus vidám műsorral készült az alkalomra. A kiállítás megnyitó zárásaként Bíber József, a község plébánosa beszélt az értékek megőrzésének fontosságáról. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik ezt a kiállítást létrehozták, akiknek fontos volt az, hogy megmutassák értékeinket, múltunkat, jelenünket és jövőnket.